Idén is megrendezte a Varga Tamás Általános Iskola vers ünnepét. A diákok elsősorban Arany János és Ady Endre műveivel készültek, de a versenyen más szerzők írásaival is találkozhattak a zsűri tagjai. Immár negyedik alkalommal csatlakozott a Varga Tamás Általános Iskola a Versünnep Alapítvány és a Bánffy György Kulturális Szalon által meghirdetett vers és prózamondó fesztiválhoz. Az idén közel 70 alsó és felső tagozatos diák mérte össze tehetségét szavalásban. Idejében Arany János és Ady Endre versei voltak a javasolt versek, de ez nem kizáró, tehát bármely költő verseit elmondhatják a gyerekek. Nagyon fontos, hogy élvezzék, szeretettel mondják, közel álljon szívükhöz, hisz ez egy ünnep, ez egy fesztivál, ami a mindennapjaink része. A versnek mindig helye és ideje van, nem csak megemlékezéskor, ünnepeken, hanem akár a mindennapokban, a hétköznapokban, és ezt szeretnénk átadni a gyerekeknek. Quintus Konrád színész visszatérő zsűritagnak számít a Varga Tamás Általános Iskolában. A művész a gyerekeknél sajátos szempontokat vett figyelembe az értékeléskor. Nagyon fontos az első, hogy mi az a vers, amivel az ember kiáll. Mert ugye alapvetően, hogy én kiállok valahova, akkor én valamit akarok közölni, valamit el akarok mondani. Persze benne van az is, hogy ezért ez egy kicsi meccs, mint amikor én kiállok egy osztályjal és elmondom az aznapi óra, vagy tehát a leckét. Ott is ugye valamit közölni akarok. Felállok a színpadra, ott is valamit közölni akarok. Mi az a vers, amit kiválaszt az ember, és hogy az valahogy úgy összeére ő velem. A vers ünnepe mellett két spanyol tanár tartott élménybeszámolót, akik két hétig oktattak a Varga Tamás Általános Iskolában.